Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Ebben az időszakban, nyár elején, nyár végén nagyon sok esküvő van. Az esküvőre a készülődés nem most kezdődik. Sokan egy egész évvel, vagy talán még hamarabb elkezdik a lakadalmat készíteni. De vajon hogyan készítjük fel a lelkünket erre az eseményre? Erről és még sok minden másról beszélgetünk mai vendégeinkkel, a Palai Béla parókus úrral, a Rácz Ervin lelkésszel és Istvánffy Szilárd káplánnal. Üdvözlöm Önöket, üdvözöllek! Mikor kezdjük el a jegyes oktatást, a lelki felkészítést erre az eseményre? Nyilvánvaló akkor, amikor megtudjuk azt, hogy a házasulandó jegyes pár mire készül. És amikor eljönnek, és hát utoljára általában a lelkésznek, az egyházi képviselőnek szólnak akkor, hogy arról, hogy ebben és ebben az időpontban találtak éttermet, és minden más kész, és ezzel utoljára a lelkészt vagy a plébánost értesítik arról, hogy esküvő lesz ebben és ebben az időpontban. Na de ne legyek rossz, nyilván időben, jó esetben időben értesítenek erről. És akkor legalábbis az én esetemben az úgy történik, hogy meghatározunk egy időpontot, vagy esetleg több időpontot, hogy szükséges, hogy beszélgessünk arról a nagyon felelősségteljes dologról, amire készülnek. Egy olyan beszélgetést próbálunk létrehozni, aminek van egy lelki gondozói jellege. Lényeg az, hogy a lelki gondozói jellegben, hogy én hallgassa meg őket, tehát ők beszéljenek magukról, és van egy tanítói jellege is nyilván, amikor már viszont én beszélek, és nyilván a teológián inkább arra tanítanak meg bennünket, lelkészeket, hogyan beszéljünk. Nyilván jó lenne, hogyha tudnánk hallgatni is sokszor, és meghallgatni is, és erre való a beszélgetés, a két oldalú beszélgetés. Elmondják ők is, hogy esetleg miért készülnek, miért akarnak ilyen komoly dologba belevágni. Nekem mindig az első kérdésem az, hogy miért akarnak ők összeházasodni egyáltalán. Ezzel kapcsolatosan egy kicsi humoros történetem is van itt az elején. Megkérdezem azt, hogy hát miért akarnak összeházasodni. Nyilván én azt várom, és a legtöbb esetben meg is kapom a választ, hogy hát azért, mert szeretjük egymást. Egy esetben azonban ugye, mikor megkérdeztem azt, hogy miért akartak összeházasodni, akkor következő választ kaptam. Nem jön a baba, nem azért. Nem azért, mert jön a gyerek. Aztán mégiscsak kiderült, hogy 5 hónapra született a baba, vagy 9 hónapra, nyilván csak 5 hónapra van az esküvő után. De hát nem is efelől érdeklődöm én ilyenkor, hanem arról, hogy tényleg komoly ez a szándék, amit egy életre kötnek. Holtól mikortáig? Az előbb említette a kolléga, hogy jó esetben idejében szólnak. Mit jelent az, hogy idejében szólnak a lelkésznek, lelkipásztornak? A katolikus egyház elírása szerint 3 hónappal az esküvő előtt illő és üdvös bejelenteni a plébánia, hogy házasságot szeretnének kötni. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt azért, mert van egy eléggé alapos jegyes vizsgálat. Aztán ott vannak a hirdetések, és 3 vasárnappal az esküvő előtt hirdetik a jegyes párt. Ez is ez a személy, ennek is ennek a fia, ilyen szülők gyermeke, házastársuló hagyja venni XY-t, XYZ-nek a gyermekeit, és hirdetjük őket először. Aki közöttünk házassági akadályról tudna, kérjük, hogy jelentse a plébánián. Ez egy nagyon jó bevett szokás és előírás is a katolikus egyházban. Másrészt az idejét tekintve nem szép dolog az, hogy most tényleg az utolsó 2 hétben, jaj, tiszti, hát tudod, szeretnénk esküdni, és mikor van, nem úgy mikor van üres hely, hanem nekünk van egy fix dátumunk, és te légy szíves, akkor igazodja lehez, mert ugye a hotel, a restaurant nem alkalmazkodik hozzá. Tehát annyira érdekes, hogy valahogy a templom, az egyházi oldala, az egyházi vetülete, az Istennel való viszonya az egész házasságnak,
ugye az utolsó helyre redukálódik, vagy az utolsó középen, nem úgy talán az utolsó közé, mert még vannak rengeteg utolsó simítások, mert csomó mindent ilyenkor el kell dönteni, és rettenetesen elfoglaltak, ugye, mert azt is el kell döntsék egy-egy jegyes pár, hogy most az a szalvétta az elefántcsont fehér legyen, vagy matfehér. Vagy hogy pisztácia színű legyen a terítő, vagy mit tudom. Tehát ezek szép dolgok, részletkérdések, de az igazi készülődés, az ugye mióta már együtt vannak, az már a gyűrű felhúzásakor, a jegyességkor elkezdődik. És ez a legszebb benne, hogy a jegyesség alatt van lehetőség a párnak egymást megismerni. És ezt azért merem állítani, mert sokszor oda jutottunk helyzetekbe, kázusokba, hogy esküvőt voltunk 3-4-5 nappal, és nem tudtuk egymásról, hogy mi az, amit nem szeretünk a másikban. Vagy mi az, amit szeretünk igazából a másikban. És akkor 5-6 ilyen válaszolgatás után pedig kimondjuk a nagy igazságot, amely nem feltétlenül igaz, sőt, szerintem nem is, hogy mindent szeretünk a másikban, na ilyen nincs. 3 hónap az esküvő előtti bejelentésnek a dátumának az időpontja lehetőleg. Ez persze megelőzi egy komoly felkészülési jegyesség a katolikus egyházban. Mi az a komoly jegyesség? Ez egy hosszabb jegyes időszak lehet, vagy a hosszabb jegyesség az azt jelenti, hogy az a bizonyos felkészülési időszak elég hosszú legyen. A két katolikusra nézek, azért, mert itt általában vannak ilyen nagyon éles szabályok. Nem feltétlenül az egyháznak a véleményét boncolgassuk itt most, hanem ami a köztudatban van. Persze az egyháznak a véleménye is fontos, sőt, de szerintem a tévénézők meg, akik ezt a műsort nézik, azok inkább a gyakorlati részére kíváncsiak. Amikor felhúzzák a gyűrűt, attól kezdve jegyesek. Amikor saját esetemről, illetve gyakorlatomról beszélek, mikor már azt a részét tárgyalgatjuk a jegyesoktatáson, hogy hogyan néz ki a szertartás, akkor ugye a szertartásban benne van a jegyváltás. Én meg szoktam kérdezni az fiataloktól, bár tudom a választ előre, de megkérdezem, hogy volt-e templomi jegyváltás, jegygyűrűváltás. Mert általában szilveszterkor felhúzzák a gyűrűt, csapnak egy nagy bulit, de véletlenül se gondolnak arra, hogy már a jegyességben járás is egyfajta kötelességet, illetve köteléket jelent, amelyet elég nehéz felbontani. Ha van arra energiájuk és igyekezetük, hogy ugye ameddig udvarolnak, akkor májusban színes virágokkal teli kosarat rakatnak ki a választottal az ablakba, és már mikor az utolsó évben vannak, hogy a jegyesség, illetve tudják, hogy a következő évben házasodni fognak, teljesen fehér és egy szál piros rózsa nincs benne, a jegyesség alatt legalább egy piros kell legyen benne a hagyomány szerint, akkor már ők tudják, hogy az esküvő következik. Miért ne lenne idejük arra, hogy amikor már felhúzták a gyűrűt, akkor ők tudják, ha nem is pontosan a szombatnak, vagy a vasárnapnak, vagy amelyik napnak a dátumát, hogy mikor lesz az a nagy nap, de időben szóljanak az egyházi szerveknek, hogy igenis, mi házasságra szeretnénk lépni. És tessék azt a szilveszteri jegygyűrűt, felhúzást is templomi keretekben megoldani. Van rá gyönyörű szertartás. És mennyivel ünnepélyesebb, mennyivel másképp hangzik az, amikor az Isten áldását kérjük a mi jegyes életünkre, nem hogy csak ott felhúztuk a gyűrűt, mert ott vannak a rokonok, meg az ismerősök, és jót szilvesztereztünk, aztán majd időközben, ha nem tetszik, akkor lehúztuk. Egy ragaszkodást is jelent az a gyűrű, ha már az ujjamon van. Milyen boldogok azok a leendő mennyasszonyok, akik dicsekszenek, hogy már itt a jegygyűrű, és csak milyen szép gyűrűt kaptam. Hát ezt meg lehet oldani úgy, hogy már a pap azt tudja előre, hogy abban az évben neki jó esetben ennyi és ennyi házasságkötése lesz. Ahol a jegyes oktatásokról már a jegyes oktatásokról van szó, de ahol a jegyes oktatásokat közösségben végzi, tehát nem egy párral foglalkozik a lelki pásztor,
a jegyes beszélgetések alatt, hanem három, négy, több pára, főleg nagyobb városokban, ott már, január 1-én tudja, hogy, hogy ebben az évben ennyi és ennyi jegyesen van, ennyi és ennyi házasságom lesz, házasságkötésem lesz, jó, kieshet belőle plusz-minusz 5, de jó, bár csak annyi lenne, mert ugye manapság már nem a, nem a templomi esküvő a fontos, de akkor már nem mondhatják azt a, azt a az ifjú pár nem mondhatja azt, hogy hát nem tudtuk, hogy a papnak kell legelőször szólni. Nem a papnak kell szólni, meg nem az, hogy felvegyük az adatokat. Nem ennyiből áll egy, egy jegyes kurzusnak a kezdete, vagy egy házassági bejelentés, hogy házasságot akarunk kötni. Hanem azt időben el kell kezdeni, annak van egy folyamata, sok mindent meg kell beszélni. Nem a házasságra oktatja őket a lelki pásztor, nem azt akarja megmondani, hogy hogyan éljetek, vagy mit kell cselekednetek, hogy hogy jó legyen az a házasság, nem ezt okítja beléjük, hanem valóban az egyház tanítása szerinti elképzelést, és az, hogy az Isten szemében mit jelent egy férfinek és nőnek az egybekelés, a házasság. Erről szól a jegyes oktatás. És persze azt lehet onnan is kezdeni, hogy keresztvetés, mert valóban olyan is van, aki keresztet sem tud vetni, azt se tudja, hogy, hogy a templomba hol kell kimenni vagy bemenni. Viszont azok, akik rendesen járnak templomba, akik vallásosak, nem csak a mondják magukról, hanem megélik ezt a keresztény vallásosságukat, ők tudják ennek a folyamatát, és valószínű, hogy nem a hirdetés előtt két nappal fogják bejelenteni, hogy most tisztelendő úr, jövő csütörtökön szeretnénk megesni. Milyen mértékben kötelez a templomban megkötött eljegyzés? Nem kötelező, a templomban... Mennyire kötelezi? Más. A... Szerintem van egy más millió az egésznek, amikor egy szentségekkel teli környezetben, nem profán környezetben történik, és nem beszélve arról, hogy az Isten áldása van rajta. Említetted azt, hogy valószínű, hogy nehezebb felbontani a jegyességet, ha templomban történik. Mondom, erre értetted a kérdést. Igen, fel lehet bontani, tehát az még nem házasság. Uh-huh. De már érez az ifjú pár is egyfajta, így van, egyfajta... Mondottam, hogy van egy procedúrája ennek, hogy, hogy itt felbontani. Én szívesen látnám, és szeret, be is vezetem, hogyha ez így hozza magát, és sőt szorgalmazom, de sajnos tényleg az a köztudott, ahogy hallottuk, hogy hirdetés előtt már nappal szólnak, hogy először a terem, a zenész, a fényképész, a ruha, már megrendeljük időben az internetről, hát akkor menjünk már arra a honlapra is, hogy valóban a templomban nincs-e szabadságon a sekrestés néni, és szépen ki lesz díszítve az a templom, tehát időben. Attól elvárják, hogy... Én inkább abban látnám az egésznek a súlyát, hogy csodálatos lenne, hogyha az evangéliumi történethez hasonlóan a fiatal pár is meghívná az Isten talakodalomba, az esküvőjére, és azzal kezdené. Kámai mennyegzőnek a történetét mindannyian ismerik, az Úr Jézus és az édesanyját, tanítványokat meghívják a Kámai mennyegzőre, egy fiatal pár, és tudjuk, hogy ott a mennyegzőn elfogyik a bor, és a vizet ugye az Úr Jézus borrá változtatja. Tehát valahogy meghívni, behívni az Istent a házasságomba, a jövőmbe, a jelenembe, megfogva a másik embernek a kezét, és a másik kezemmel nem egy szomszédasszony kezét, vagy a szomszéd valakinek a kezét fogni meg, hanem a mindenható Istennek, Jézus Krisztusnak a kezét megfogni, és így alkotva egy szent háromságot. Tehát valahogy ez az egésznek a kulcsa, ha ez nincsen meg, ez a szikrányi mag, akkor az egész csak hóbelevánc, csak semmit nem ér. Azt mondja, a Prédikátor könyve mondja azt, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Ószövetség ige. Ez a hármas kötél az ott van. Igen, fontos az, hogy a vőlegénynek, fontos az, hogy a mennyasszonynak is ott legyen az akarata. Nyilván ketten kell akarják, és nem az anyós kell akarja meg az após, és nem az anyám meg az apám, hanem ők ketten kell akarják ezt az esküvőt. És a harmadik kötél az ott van az Istennek a jó értelembe vett köteléke. De a kötelék az azt jelenti, hogy biztonságot ad. Amikor a hegymászó oda köti magát egy fix ponthoz. A hármas kötél, tudjuk, az a legerősebb kötél. Az tényleg nem hamar szakad el. Olyan hamar ez ketté szakadnak házasságok, banális dolgok miatt az igazság. Mert sokszor
olyan butaságban tudnak veszekedni férfiak, hölgyek, férjek, feleségek. És ez gyűl. Tehát mit tudom én, azon összeveszünk, hogy elfelejtettem elmosogatni, vagy hogy nem tudom, büdös a lábam, tényleg banális dolgok. De ezek összegyűlnek. És ha nem tudjuk ezeket kezelni, nem tudjuk ezeket megbeszélni, esetleg ketten nem tudjuk imában az Isten elé vinni. Mert sokszor tényleg az van, és ezt mindig megtárgyaljuk minden egyes oktatáson, hogy figyelj ide, van olyan, amikor te vagy nevés férfi, és úgy jössz haza a munkahelyről, a feleséged örében jó megnyugodni. Van, amikor a feleség jön haza vérgesen a munkahelyről, vagy éppen felbosszantották a gyerekek, jó a férfinak az ölében megnyugodni. De mi van akkor, ha mind a ketten idegesek? Mi van akkor, ha mind a ketten stresszesek? Mind a kettőket felhúzta a főnök, mind a kettőket felhúzták a gyerekek. Mi történik akkor? Ki van ott az, aki azt a konfliktust megoldja? Hát van egy Istenünk. Az Isten be kell hívni a házasságba, az Úr Jézus Krisztus be kell hívni a házasságba, be lehet hívni a házasságba, és hiszem azt, hogy ő a házasságban megfáradtakat is hívja. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Tanuljátok, mert én tőlem vagyok szemben, és alázatos szívű vagyok, mondja az Úr Jézus Krisztus. Ez a házasságban lévőknek is szól, és jó lenne, hogyha látnánk ennek az értelmét, hogy tényleg fontosnak tartanák, hogy a házasságunknak is a középpontjában Jézus Krisztus a szabadító van ott. Ha már a jegyesoktatás a tematikánk, egy római katolikus jegyesoktatással kapcsolatosan többször is lehet azt tapasztalni, hogy eleve már egy előítéletre lefestett képpel, egy negatív vonzattal indulnak a párok. Jaj, hát azért jövünk, mert anya meg apa is volt annak idején is, hogy kellett menni, meg hogy kötelező volt. Picit én ezt másképp fogalmaznám meg, nem úgy mondanám, használnám azt, hogy jegyes oktatás, mert nem kell ki, nem oktatjuk őket, nem is oktathatjuk őket, hát ugyebár hát mert mindent tudnak, és már mindenből felkészültek teljes mértékben, tehát teljes mértékben ők már erre, hogy mondjam, már nem mondunk semmi újat nekiek a nap alatt, mennyasszonyi fehér ruha, szűzi tisztasság, tehát ilyen tématikákat ne is piszkáljunk, mert ez kicsit olyan furcsa, nem paphoz illik, a katolikus papról, hanem itt inkább legjobb tisztázni azt, hogy mi is az, hogy én először mindig úgy kezdem, hogy megkérdezem, mit jelent számodra a házasság, mi jut eszedbe róla? Egy kép, vagy egy valamit mondjál, egy gyűrű, egy fehér mennyasszonyi ruha, üres kivágott konzervdobozok az autó után, amin mennek és döbörögnek végig a városon, mi jut eszedbe házasság? Gondolj a szüleid házasságra, hoppá, és akkor elkezd gondolkodni, milyen is volt az a házasság. Rengeteg házasságmodellt látok környezetemben, baráti körömben. Mit jelent számodra a család? Ez már kettő. És akkor jön a kettő között a párhuzam. Kell egyik, kell másik, vagy mind a kettő kell, vagy az egyik kell, a másik nem kell. És külön-külön a felekről erről beszélgetni. Na, számodra mit jelent lánynak a család? Hát ezt jelenti, ezt jelenti, ezt jelenti. Mit jelent a házasság? És akkor hasonlókat mondom, hogy a házasság az a fehér papír, meg mind aláírjuk, meg ilyen dolgok. Hát, és akkor a fiúnak mit jelent? Na, látod? Szembesítem őket egyik a másikával, hogy nézd, neki ez a család felfogása. Neki ilyen a házasság képe, házasságról alkotott képe. Ez neked kell. Most döntsél. Neked kell egy ilyen embernek a házasságcentrikus vagy nem centrikus felfogása, mentalitása? És aztán a házasság ugye felmondhatatlan, elnézést. Egy férfi és egy nő szeretett kapcsolata. Nem két férfi, nem két nő, nem össze-vissza bolondériával, hanem egy férfi és egy nő szeretett kapcsolata. Itt én is egy esetet, rövid esetet hadd mondjak el. Egyszer egy idősebb ismerősöm keresett meg kétségbe esetten, hogy a lánya Budapesten él, és az ottani református lelkész jegyes oktatásra hívja őket jegyes beszélgetésre. Ők így nem nagyon hallottak. Nem tudnék adni egy igazolást arról, hogy ez itt már megtörtént. Ez a jegyes oktatás. Mondtam, hogy ha tudnék, se akarnék ilyet adni. Menjenek el nyugodtan, nem harap papa bácsi. Lelkész, nyugodtan el lehet menni, és bátran beszélgethetnek, nem kell megijedni tőlük. Egy szabad, kötetlen beszélgetésre hívjuk a római katolikus egyesoktatáskor, felkészítőkor a párokat, amelyben őszintén
egyszerűen, könnyedén beszélgethetünk, mert ez egy beszélgetés. Igen. Házasság felbonthatatlanságáról, arról, hogy mi az, hogy mitől szentségi a házasság, mitől egy a házasság, a lényegi tulajdonságairól, pro, kontra érvek, akár szexualitás, akár belső problémák, akár külső problémák, amelyeket nem tudnak teregetni akár a szüleik előtt, vagy a barátnőikkel, hanem csak a mindenható Istennel tudnak átbeszélgetve boldoggá tenni. Itt említette az elébb azt, hogy hát mind a ketten hoznak valamit otthonról. A férfi is hoz valamit otthonról, az apjának vagy az anyjának a természetét. Gyökös Endre ezt így fogalmazza meg, mikor az a feleség is, meg a férj is hozza maga természetét ebbe a házasságba, és a Biblia azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé. Gyökös Endre, pasztorálpszichológus ezt mondta, így fogalmazta meg, hogy létrejön a házasságtest. Na ez a házasságtest az, amit időközben föl kell készíteni a két felet, és időközben kell gondozni ezt a testet is a házasságban. Itt elhangzott az előbb két fogalom. A városon több pár megy egyszerre jegyes oktatásra, valamint az, hogy ez egy kötetlen beszélgetés. Melyik variáns a hatékonyabb, és lehet-e a kettőt összevonni, kombinálni? Ahol sok pár van, és valóban együtt tudnak készülni, biztos, hogy vannak általános dolgok, amelyeket együtt beszélnek meg a csoporton belül. De ezt lehet még jobban szétvagdosni, és az a jó, hogyha egy idő után abból a 10 beszélgetésből az utolsó kettő már csak ilyen személyes, tehát páronkénti beszélgetés legyen, és úgy, ahogy hallottuk, hogy van, ahol adnak igazolást is rá, hogy igen, voltam jegyes oktatáson. Ez nagyon is jó, mert van egy, most nem azt jelenti, hogy van egy papírja róla, hogy ő volt jegyes oktatáson, de akkor is részt vett azon a jegyes beszélgetésen, és halljuk ebből a témából, tehát kimeríthetetlen, amit látjuk, és nem lesz elég időre az a pár perc még, ami még hátra van. De látszik, hogy mennyi mindent meg kell beszélni a házasság előtt, amelyet nem tudunk otthon elmondani, amiről jobban megnyílunk az egyházi képviselők előtt. Szó volt arról az előbb, Gyökös Endre is felmerült, és az, hogy ketten vannak, de mégis hárman. Pont Gyökös Endrének van egy olyan könyve, hogy ketten hármasban, és a borítóján van egy szív. A szív az evidens, hogy a két szerelmes szívet jelképezi, de a két szívnek az összekapcsolódásával ott van Jézusnak az arca. Tehát ugyanez, hogy az Istent nem lehet eldobni ebből a házasságból is. A ketten-hármasban nem azt jelenti, hogy ketten jövünk, de már hárman vagyunk, mert jön a baba, hanem éppen az, hogy a mi kettőnkből kialakult egy szívben ott van Jézus Krisztus is, és ha nem vele kezdjük el, akkor már eleve rossz irányba indultunk el. És ott vannak ezeket a beszélgetések alatt a lehetőségek, hogy megtudjuk, hogy melyek az akadályok. Mert elképzelhető, hogy pont a jegyes beszélgetés alatt derül ki, hogy van valami akadály, ami miatt nem lehet házasságot kötni. Például a férje az már nős volt. Tehát az első, amit megkérdezek a jegyesek, miután felvettem az adatokat, és nevetnek rajta a fiatalok, megkérdezem a férfit, hogy nőtlen, illetve az ifjút, hogy nőtlen, a hölgyet pedig, hogy hajadon-e. És kacagnak, hogy hát, hogy képzelek én ilyet, hogy képzelek én. De szóval ugyanakkor vannak olyanok, akik ezeket, ez már nem véletlenül, házasok voltak. Igen, nem véletlenül kérdezzük meg, mert ugye ez nem csak azt jelenti, hogy kitöltök ott egy papírt, hogy utána könnyebben tudjam bevezetni az anyakönyvben. Ennek van egy procedúrája, ez valóban szükséges a házasságkötés előtt. Sőt, én nem viccelve mondom, de meg szoktam kérdezni még utolsó este is, hogy következő nap idejöztük az oltár elé, a templom ajtóban még egyszer megkérdezem, hogy nem ígértél-e kötelezőleg vásárlókinek házasságot, nem azért, mert csak a szertartásban benne van, de ezt meg kell kérdeznem is, és hogy meggondoltad-e magad? Mert hogyha meggondoltad magad, akkor csomagolunk, iszunk egy pohár pálinkát, és megy haza násznép, de nem egész életében fog sírni a jegyes pár, illetve a házas, hogy jaj, mit rontottam el, hanem csak 3 hétig pityeregne, és aztán elmúlik. De viszont meggátoltam egy olyat, ami széttörné a házasságot.
megelőzni a bajt. Ilyenkor itt említetted ezt, hogy ketten beszélgetünk-e, vagy több pár beszélget egyszerre. Én egy alkalommal szinte kizavartam, vagy ki kellett zavarjak egy édesanyát, hát persze jó értelembe véve, végén már határozottan kértem meg arra, hogy tessék kifáradni, mert kettesbe szeretnék beszélni a jegyes párra. Ő ott akart lenni a lánynak az anyja a jegyes beszélgetésen. Mondom, szó se lehet volna, hogy itt legyen. Erősködött egy kicsit, mondtam, hogy addig nem kezdjük el, még nem megy ki. Ugyanis tényleg olyan dolgok hangzanak el, hogy a gyónási titok terhe alatt, ott hármasban, mert ez ránk is vonatkozik, református lelkészekre és nem csak katolikus testvérekre, lelkipásztorokra, és amikor tényleg elhangozhatnak olyanok, amiknek ott kell maradnia abban a körben, abban a hármas körben, vagy négyes körben, mert ugye Isten is ott van abban a beszélgetésben. Egyéb mi lehet akadálya még a házasságnak? Régen például a római katolikus egyházban nem köthetett házasságot az, akinek a szülei tiltották, vagy a szülei netán kötelezték. Bár ez igen gyakori volt. Az egyházi törvénykönyv, a Codex Iuris Canonici-ban határozottan megvannak ezek a házasságot érvénytelenítő akadályok esetleg, vagy azok a dolgok, amelyek kimondják, hogy a házasság eleve már létre sem jött, mert volt már egy előzőleges akadály, amelyről nem tudtak. Ez persze természetesen belső fórumra tartozik. Jegyes felkészítőkor megbeszéljük ezeket a dolgokat, ezeket a tematikákat. Persze ez úgymond családon belül marad, és ezt nem visszük ki a publikum elé, de vannak ilyen érvénytelenítő akadályok, amelyek lehetnek például a korhiány, hogy nincsen meg a kor, az életkor a párnál, vagy vérrokonságban állnak, egészen közeli vérrokonság fedezhető fel közöttük, amiről talán még ők sem tudtak, vagy nem is voltak annyira benne biztosak. Persze bizonyos fokon, bizonyos oldalágon lehet erről felmentést kapni, de ezt mindig a jegyes párral személyesen beszéljük meg felteresztés ügyén. Milyen fokú rokonságig tiltott a házasság? Egyenes, tehát unokatestvérek, tehát hogy most a második unokatestvéremmel én nem köthetek már házasságot. Tehát erre már figyelni kell. Tehát a harmadik unokatestvérrel már lehet felmentéssel. Egyéb okok? Tehát vagy a sógorság, tehát vérrokonság, anya, apa, valamilyen viszonyok, tehát vannak ilyen, ez csak a vérrokonságra vonatkozható. De mint házassági akadályok, van több is, ezek közül meg lehet említeni. Volt olyan is, hogy nőrablás. Volt erre is precedens, van is, persze vannak, akik ezen mosolyognak, de van erre is sajnos eset. Viszont van olyan is, hogy erőltetve van a férfi, vagy erőltetve van a nő. Tehát úgymond hátulról valamilyen nyomásnak van kitéve, hogy ezzel a személyen lépjen ő házasságra. Mert ugye, amikor feltesszük a kérdéseket az esküvő alkalmával, amikor kiveszik a házassági beleegyezést, vagyis a konszenzust, akkor szabadon is megfontoltan. Tehát szabadon, tehát nem valaminek a hatására, valaminek a függvényében kötöm meg ezt a házasságot, vagy valaminek a tiltása, vagy valaminek az erőltetése folytán. Szabadon is meggondoltan, ez egy felnőtt, tudatos, érett férfit és nőt kíván. Hogyha ez nincsen meg, hogy ennek a jeleit látjuk, akkor ennek érdekében teszünk, hogy ezt a házasságot akkor nem fogjuk megkötni. Egyébként is az esküvői szövegnek súlya van, amiket elmondunk. Szerintem hasonló a szöveg mindenhol. Ugye esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök ég az Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem elő, Isten színe előtt, feleségül is hozzá hű leszek, és ugye holtom, még holtáig, nem mondom el teljesen az egész szöveget. De ezeknek súlya van, ott elmondják a templomban, Isten színe előtt, az Isten házába ezeket a dolgokat. És ez nem lehet úgy, hogyha kényszerít valaki rá, hogy nem érzem a súlyát, komolytalankodom, meglegyen egy bizonyos kor, és ugye egy egyes beszélgetésben ez is kiderül, hogy tényleg komolyan gondolják, vagy csak játszanak. Házassági akadályokról, vagy érvénytelenítő dolgoknál szerepel még az, hogy most alkohol befolyása alatt áll az illető vőlegény, vagy akár a mennyasszony, vagy be van drogozva.
Tehát vagy szellemileg nem tudatos a döntése, pszichikailag nem beszámítható. Van ilyen is eset is, hogyha nem beszámítható, akkor érvénytelen a házasság, mint a húzat. Szellemi fogyatékos nem köthet hivatalosan házasságot? Egyházilag hivatalosan? Most ebben pontosat nem tudok fejből mondani, mert nem akarok butaságot mondani, viszont az tény is való, hogy a kódex előírása szerint teljes mértékben tudatába kell lennie annak, hogy ottan mit történik körülött, és hogy ennek milyen súlya van. De ezt már előzőleg megbeszéljük a házaspárral, vagy a szülőkkel, hozzátartozókkal, na most ez a személy tudja ezt, hogy miről is van szó, fel tudja fogni, értelmének, beszámíthatóságában van, és az illető személy szabadon tud dönteni. Hát ez evident, ki a többit, hogyha nem tud szabadon dönteni, akkor az nem képes. Mikortól érett egy ember? Nem attól, mert van egy érettségie, úgy megint érettségi szezon, hanem attól, hogy a felelősséget tud vállalni a döntései után. Elhangzott a műsor elején, hogy úgy hirdeti a papa a házasságot, aki a házasolandó között egyházi akadályról tud, kérem, jelentse az irodán. Jaj, úgyse fog menni oda senki. Hát éppen, hogy menjen és szóljon, hogy ez már megnősült Angliában ezzel és ezzel. Vagy, még nem hangzott el most a legfontosabb, elhallgatja azt, hogy ő nemzőképtelen, vagy nem tud gyermeket szülni. Elhallgatja. Hát mi a házasságnak a lényege? Az életnek a továbbadása. Igaz? Ha ezt ő elhallgatja, akkor ezzel akadályt gördít a házasság érvényességére. Ha nem hallgatja el, elmondja, és ők beleegyeznek, és azt mondják, hogy rendben, nem tudunk együtt gyermeket világra hozni, de be akarunk fogadni kettőt, hármat, örökbe akarunk fogadni, hogy azt felneveljük, mert annak nincs se anyja, se apja, hát ez már akkor rögtön kitörli az akadályt. De ha elhallgatja, vagy hogyha odáll az anyós és nyomja a késsel a hátát, hogy azért is elveszed feleségül, vagy megitatom veled az ecetes poharat, vagy ecetes vizet, hogyha nem mész, ez evidens, hogy érvényteleníti a házasságot. Ezért hangzott el, és értelmesen, egyszerűen, ezt jobban egyszerűen nem lehet elmondani, hogy szabadon dönteni. Aki nem tud szabadon dönteni, az vagy éretlen, a vállásoknak is ugye kettőn áll a vásár, az nem igaz, hogy jaj, azért, mert ez elrontottam, meg a másik nem, az szent volt, ez nem igaz. Ha ketten felelősséget tudtak vállalni a házasságért, hogy együtt éljenek, a vállásnál is ketten kell döntsenek. Tehát olyan nincs, hogy csak az egyik dönt. A Familiaris konzorciónak a rendelkezései szerint nyomatékosítva van az egyházon belül is az, hogy egyrészt tudatának állapotában legyen az illető személy, ismerje a helyzetet, hogy mi is történik ottan, és ne legyen semmiféle házassági akadály. És ezt is kifejezi, kihangsúlyozza, hogy egy férfi és egy nőnek a szeretet kapcsolatát jelenti a házasság, és akár az erre való felkészülés folyamán a beszélgetésről, erről mindenképpen beszélni kell, és a gyermekek vállalása. Ha ezt valaki valamilyen úton, módon megakadályozza, akkor érvénytelenítődik a házasság. Tehát eleve már létre sem jön, mert a házasságot érvényteleníteni már nem lehet. Amit Isten megkötött, ember szét ne válassza. Tehát nincs házasság felbontása. Olyan nincs. És az, amiről hallanak a hívek, vagy tudnak, hogy ja, hát azt is szétválasztották, meg ezt is szétválasztották, nem. Ott nem kiskapuk voltak. Mert sok esetben az a szóbeszéd terjeng, hogy hát annak is megengedték, ennek is megengedték, amannak is, az is áldozik, látod, de mégis elvált és összealakott valakivel, nem. Ott már eleve valamilyen házasságot érvénytelenítő akadály volt, tehát eleve már létre sem jött a házasság még előtte. Mi jó hiszeműen véleményeztük, hogy nincsen semmiféle házasság akadály, de utólag kiderült. Akár nem volt meg a házasságnak az elhálása. Ez is egy érvénytelenítő akadály lehet. A református egyház a nem szentségként kezeli a házasságot, így többször is köthető házasság. Ez most azt jelenti, hogy az előző házasságot felbontották, vagy érvénytelenítették? Nem nagyon szeretem az ilyen kérdéseket, mert afelé hajlunk, hogy tehát még a kérdésben afelé hajlunk egy kicsit, hogy hát a református egyház annyira komolyan nem veszi ezt a témát, attól még, hogy nem szentség, attól még mi is tudatában vagyunk annak, hogy ezt a dolgot az Isten találta ki, ezt az Isten szerezte. Istentől származik ez az ötlet, hogy házasság, és hangsúlyozom, férfi és nő házasságáról van szó.
Igen, megtörténnek esetek, amikor ugye felbomlik egy házasság, és ennek nagyon sok oka van utólag. Esetenként beszélhetünk erről. Én ezt az idézetet úgy mondanám, hogy amit az Isten egybekötött, az ember nem tudja szétválasztani. Tehát ha ember szét tudta választani, akkor az Isten soha nem kötötte össze. Tehát az a házasság, ami szétment, azt Isten soha nem kötötte össze, mert a szeretet soha el nem fogy. Ha valóban szeretet van, akkor az nem fogy el sosem. Ha elválnak, hogyha az a házasság kudarcba fullad, akkor ha templomba volt, ha nem, bárhol történt, az soha nem volt összekötve. Bizonyos országokban a templomban kötött házasság hivatalos. Görögországban úgy van, hogy amit megkötöttek a templomban, azt az állami szerveknél is meg van kötve, nem kell külön elmenni. Polgári esküvőre. Amerikában is. Így van. Amerikában is. Nálunk ez nincs. 19. század végén, ha jól tudom, kettőt szétbontották külön polgári és külön esküvő. Hát nyilvánvaló ez a nagy francia forradalomnak a következménye, amit annyira áldunk és magasztalunk az 1789-es Liberté, Égalité, Fraternité mozgalomnak, aminek az is a következménye, hogy az egyházat teljesen szétosztották a társadalomtól. És ilyen szempontból, nem is olyan rég beszélgettünk erről valakivel, ilyen szempontból az egyháznak hiába vannak fegyelmi kérdései, hiába akarna tartani egyház fegyelmet, nem tudja betartani. Hát most meg elmondom a hívemnek azt, hogy figyelj ide, ha nem tartod be, mit tudom, hogy egyháztag. És akkor mi van? Mi történik? Mi történik akkor? Akkor nem megy templomba. És meghúzza a vállát, megy tovább. Effektíve ott vagyunk, ilyen szempontból, hogy fegyelmezni, és jó értelemben végre fegyelmezni nem tudunk. Mert az egyházfegyelemnek nem a büntetés a célja, az egyházfegyelemnek a lelki gondozás lenne a célja. És ilyen szempontból lelki gondozni se tudunk akkor, hogyha nincs a kezünkben jó értelemben véve semmiféle hatalom. Tehát nagyon nehéz dolgunk van sokszor, mert azt mondják, hogy hát nem tartjuk be, és akkor mi van? Megyünk tovább. Az állam nem ismeri el az egyház által megkötött esküvőt. Az egyház elismeri az állam által megkötött. Addig nem kötünk a templomba házasságot. Addig nem köthetünk a templomba házasságot, ameddig a papír nincs, hogy az állami szerveknél megesküdött. Tehát először a polgár, és utána jönnek a templomba. A keresztelés, esketés, és ugye úgy kezdődik, hogy hozzák a hivatalos papírt és a polgári esküvő semmi. Sajnos ezt ki kell mondani. Tehát egyházi szempontból az semmi. Tehát az csak egy, az bárki köthet. Azt 5-ször, 6-ször, 8-ször, 10-szer, bár akár hányszor meg lehet kötni. Az Isten előtt egy valakivel kötök házasságot. Egy valaki mellette döntök. Erre való jegyességem, erre való jegyes oktatás és felkészülés, hogy ezt megfontoljam. Ezt meghányjam, vessem, forgassam, átaludjam, átimádkozzam. Mert összeolvashatok mindenféle pszichológiai könyveket, meg dolgozhatok, meg kutakodhatok a másik után, feltörhetem a Facebookját, meg nyomozhatok utána, rendőrt is állíthatom, hogy kiféle, miféle, és mi a családja, és mi a háttere. Hogyha nem, imádkozom át az esküvőt, azt a jegyes oktat, azt a jegyes korszakot, azt a 6 hónapot, vagy azt az időszakot, amennyit együtt vagyunk. Én hiszem azt, hogy ki lehet imádkozni a jó férjet is, a jó feleséget. Egy olyan társadalomban, egy olyan világban, amelyben a fiú azt gondolja a lányról, hogy a lány azt gondolja róla, hogy ő is olyan, mint a többi fiú. És a lány azt gondolja a fiúról, hogy hát ez a fiú is olyan, mint a többi fiú, és a többi, stb. És közben meg egyáltalán nem. És egyik jámborabb, mint a másik. És egyik szelidebb, mint a másik. És pont azt megtalálná benne. De már a társadalom és a barátok, a barátnők már eleve ugye elsúlykolták, és az újságok, a média, meg az egész világ, hogy hát a pasik ilyenek, a csajok olyanok, így kell viselkedni, így fogd meg a fiút, így tartsd meg a lányt, stb. Stb. Taktikák, trükkök, ez mind olcsók is semmi, mert nincsen benne az Isten. Ezek emberi okoskodások, és aztán hullatják a krokodilkönnyeket. Tehát én a mondója vagyok, hogy a jegyes oktatás és a felkészülés, ez az az időszak, amelyben
elsősorban beleviszem az Istent. Ha eztet kihagyom, akkor az, az egész az, az mind csak ilyen, ilyen töltelék lesz. Talán ezekről a taktikákról, az udvarlásról érdemes egy külön beszélgetést folytatni, mivel hogy az udvarlás formái is nagyon megváltoztak az utóbbi időkben, talán majd valamikor találunk erre is egy megfelelő alkalmat. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Isten áldja, kedves nézőknek. Kedves nézőknek, köszönjük szíves figyelmüket. Fektessenek bizalmat a lelki gondozóba, nagyon sok mindent meg lehet velük beszélni. És aki házasságra adta a fejét, azt tegye is meg a viszontlátásra.